Ruténföldön a külkereskedelmi hivatal és a Magyar a Magyarért mozgalom a hangya bevonásával gondoskodik a lakosság ellátásáról. A Magyar a Magyarért mozgalom a nagy héten 300 ezer kárpátaljai ínséges ajándékozott meg. Több száz vagon áru, így húsvéti lisztet, szemes tengerit, burgonyát, füstölt heringet, káposztát és 100 000 szeretett csomagot osztottak ki a rászorultak között. A Magyar-Szlovák Határmegállapító Bizottság 1067 négyzetkilométert csatolt vissza Szent István országához. Csapataink azonnal birtokba vették a Ruténföld és Szlovákia között megvont határvonallal Magyarországhoz visszacsatolt területeket. Magyar és szlovák tiszti követek térkép alapján jelölik ki az új határ. Eltávolítják a csendőreink útját álló drót akadályokat. A szlovák csendőrség átadja a községeket a magyar kakastollasoknak. A Cserenin csúcsán van az új hármas határpont Magyarország, Lengyelország és Szlovákia között. Honvédségünk elfoglalta és biztosítja a viharlát gerincén futó új határ. Az uzsoki hősi temetőnél ünnepélyes keretek között találkoztak a lengyel és a magyar frontharcosok. Emléketekek előtt kemény dacos katonaszívvel teszünk fogadalmat, hogy hűek leszünk mindahhoz, mint halálig, utolsó lehelletünkig, amiért ők életüket adták. Urbi et Orbi adta áldását 12. Pius pápa a feltámadás ünnepén a Szent Péter téren egybegyűlt sok ezer hívőre. Tankgyakorlattal tarkított katonai lovas bemutató az olasz uralkodó jelenlétében. Az olasz légi, tengeri és szárazföldi csapatok egységes felvonulással rövid idő alatt birtokba vették Albániát.
Albánia koronáját ünnepélyes keretek között albán küldöttség ajánlotta fel harmadik Viktor Emánuel király és császárnak a Quirinál tróntermében.